Újra Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei beruházás kapcsán érkezett Szijjártó Péter a külgazdasági és külügyminisztérium sajtótermébe. A vásárosnaményban működő svájci építőipari vállalat a Swiss Krono Kft. Bővíti gyártó kapacitását a következő egy év során. A mintegy 160 munkavállalót alkalmazó cég OSB lapok gyártásával foglalkozik. Filip Sándor polgármester a fővárosi sajtótájékoztatón arról beszélt, a városban több mint 3 évtizedes múltra tekint vissza az ágazat. A Swiss Krono jogelődje azonban a 2008-ban bekövetkezett gazdasági világválságot követően kivonult a településről. Ezt az űrt évekkel később sikerült pótolni a svájci cég betelepülésével, amely azóta is szerves része Vásárosnamény gazdasági és társadalmi életének. 2010-ben bezárt a gyár és áthelyezte a termelést Ukrajnába, aztán az első sajnálatos orosz-ukrán konfliktus kapcsán 2015-ben visszakerült hozzánk az alapkövetételt követően egy teljesen új alapokra épített gyár, amely az OSB lapgyártással folytatta a tevékenységét. Nagyon sok dolgozót vissza tudtak hívni a rendszerükbe, és ahogy érzékelhetjük és hallhatjuk, a gyár tovább fejlődik. A társadalmi szerepvállása óriási ennek a gyárnak, hiszen tudjuk azt, hogy bekapcsolódnak a város mindennapjaiba, ott vannak a rendezvényeinken, a városnapokon, az adventi programokban, és ott vannak minden olyan eseményen, ami a sporttal kapcsolatos, végre ezt is elértük. Ugyanakkor nem mehetünk el amellett sem, hogy Vásárosnemény a Bereg szíve, az a központ, amely autóbusszal, vonattal jól megközelíthető, és abban is segített nekünk a gyár, hogy több helyen a város központban és az Ilki úton is autóbusz megállókat épített. A Swiss Krono az elmúlt években rendszeresen bővítette faipari gyártókapacitását. Mostani fejlesztésével új szintre lép, rétegelt lemezlapok előállítását kezdi meg egy új üzemben, ezzel 90 új munkahelyet teremtve. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt mondta, a kormány továbbra is kitart amellett, hogy a beruházások ösztönzésével tartja növekedésben az ország gazdaságát, ezért támogatták a svájci vállalat fejlesztését is. Az a nagy tervünk, hogy az idei évben, miután leépítettük az inflációt, jövőre újra építjük a gazdasági növekedést, az továbbra is reális. Mindennek az alapja azonban a beruházások, mert a beruházások hoznak létre munkahelyet, a munkahelyeken jön létre a teljesítmény, és aztán abból lesz export. Így tehát jó hír, hogy a svájci Swiss Krono most úgy döntött, hogy egy újabb rétegelt lemezgyártó üzemet hoz létre Vásárosnaményben. Ez egy 9 milliárd forintos beruházás, amelyhez a magyar kormány 1 milliárd forintos visszanemtérítendő támogatást biztosít, részben azért, mert 90 új munkahely jön létre, részben pedig azért, mert itt most a komplett vállalatcsoport szintjén új innovatív termék bevezetésére kerül sor, hiszen rétegelt lemezt a Swiss Krono még sehol nem gyártott. A rétegelt lemezlapok gyártása a tervek szerint 2024 őszén kezdődhet meg a svájci vállalat Vásárosnaményi telephelyén.